belép hozzá, nem is tudom, hogy köszönted, és azt mondja neki, hogy hát, sacikám, game over. Fölkelsz reggel, nézem az ágyát, üres. És amikor este hazamentem, megint telefonáltak, és akkor hát ezt, ezt a mondatot életemben nem felejtem el, hogy ha élve akarod látni, azonnal gyere haza a jó Isten kijelölte számomra az utolsó, rögös, nem tudom milyen hosszú célegyenest. Totyogok, szenvedek, remélem nem lesz hosszú. Szóval tisztában volt a lényeg ezzel a helyzettel, és az, hogy, hogy, nem én vetettem föl a hospit, hogy menjen oda, hanem ő vetette föl. Meghalt. Szombat reggel, negyed hétkor. Szóval ott volt a Saci egyedül. Életemben nem tudtam elképzelni, hogy én egy halottat megpuszíjak. Szóval a halálnak az, ez a végletessége, és az, hogy ott tényleg lezárul valami, az ezzel való szembesülés, teljesen új valami az ember életében, mert sok minden el szembesül az ember. De, de ezzel, hogy egy hozzá közel álló ember nagyon fontos emberrel. Többet nem kommunikál, többet nem látja, többet nem kap tőle semmit, ne, nem tud adni neki semmit. Szóval ez, 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 a, ez a soha többet. Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre a gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24.hu-n másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket a legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátoszosan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert ahogy a hospice jelmondata tartja, minden perc értékes. Feledi Péter idén februárban 80 éves. Nyugdíjba ment már, Korábban sok évtizeden át ismert újságíró, rádió és TV riporter volt, ahogy manapság mondják, az első hazai influencerek egyike. Jogászként végzett, majd ügyészként dolgozott. 1971-ben megnyerte a riporter kerestetik vetélkedőt, utána a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban dolgozott. A nevéhez kötődik számos politikai vita moderálása, miniszterelnöki interjúk vagy éppen a Nagy Imre újratemetés közvetítése. És persze rengeteg műsor, csak pár cím. Aktuális, záróra, kezdőkör, párbeszéd, és talán ezt ismerik a legtöbben, ablak. De mindenről nem beszélünk. Amiről beszélünk, arra nincsenek szavak, de talán mégis. Feledi Péter meghatározó halálélményeiről, a halál kérlelhetetlen végletességéről, ami megszakította azt a 40 évet, amíg Monspart csarolta a házastársa volt. De mondhatnám Monspartnak is, hiszen a család így használta a nevet, csak Saci kivette belőle az ezt és s cserélte. A tévés és a sportoló a már említett Kezdőkör című műsorban ismerkedtek meg 1973-ban, ahol Saci és egy Stahanovista gyári munkás volt Feledi Péter vendége. Saci egészen pontosan 1960-tól 1978. június 26-ig volt sportoló, tájfutó, nem mellesleg az első nő Európában, aki három órán belüli maratont tudott futni. Aztán a kullancsípés okozta agyhártya gyulladás, ledöntötte a lábáról. Onnantól egy új karrier kezdődött. Szakedző, sportvezető és motivátor lett akarva, akaratlanul. Egész népét tanította a mozgás szeretetére. Budapest talán legértékesebb és legszebb részét, a Margit szigetet kerülő futókört róla nevezték el halála után. Volt ő az amatőr futás nagyasszonya, a nemzet sportolója, de leginkább a nemzet szurkolója, hiszen a városi futóversenyeken mindig ott állt a nyugati téri felüljáron és bíztatta a felfelé kaptatókat. Mindenki a sportársa volt, ezért is hívta őt mindenki Sacinak. Ő volt a nemzet Sacia. Az adásban hallhatjuk magát Sacit is. Egy két évvel ezelőtt készített életút interjúból szemezgettem. Hát akkor vigyázz, kész, rajt. Idézzük fel Feledi Péterrel a távol és a közelmúltat. Beszélünk egy bócsülevérről, egy megsimogatott arcról. És arról a több éves tortúráról, aminek a végén Saci egy tudatos vállalás keretében úgy döntött, hogy hospizban fejezi be az életét. Milyen volt az odavezető út, hogyan élte meg Péter Saci halálát, és mit tudunk ebből mi elvinni magunkkal. A nincs rá szóban, Feledi Péter. a halálal való első idézőjelben mondom, személyes találkozásom az nagyon korán ért, hogy úgy mondjam, olyan három-négy éves lehettem, amikor a déd Pomázon meghalt. Ez volt 1947-ben, ha jól emlékszem, én meg 43-ban születtem. És ő kint lakott Pomázon, nokák, dédunokák, sokan voltunk kint rokonok, és a kisgyerekeket kizavarták, hogy úgy mondjam, az utcára, hogy ne zavarjuk ott bent, terítve, a dédinek hívtuk. És aztán egyszer bementem, és ott is valahogy hogy nem apercipiált, vagy nem fogtuk fel tulajdonképpen, hogy miről is van itt szó. És ott hangoskodtunk, meg hülyéskedtünk, meg mit tudom én, és akkor kizavartak minket az utcára, hogy ott szórakozzunk, ne itt bent, mert a dédi így, meg úgy, meg amúgy. És akkor az ember még úgy, hát mondom, három-négy éves lehettem, föl se fogtuk, hogy az tulajdonképpen e, e, micsoda, és most itt mi történt. Mert hát korábban nem nagyon találkozgattunk vele, hát időnként kimentünk, és mesélt, postamester volt ott valamikor nagyon régen pomázon. De akkor hogy ragadt ez meg? Itt láttam először halottat, és bementünk, és hát ugye 90-en már túl volt most elnézést kérek, Dédi, az, a jelzőért, de hát egy ilyen csúnya, összeaszott öreg asszonyt láttunk ott az ágyban szépen kiterítve, amelyik majdnem egy kicsit riasztó is volt, mert annyira, hát amíg élt, addig élt az arca is. Tehát ezt ugye tudjuk, hogy a halottnak az arca az nem él, vagy másként él. De egy négy éve, három-négy éve gyerek ezt nem tudja a különbség tételt igazán. A másik az, 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 az az sokkal jobban megérintett, abszolút megérintett személyemben. 1963-ban, ha jól emlékszem, lezuhant a Malévnak egy repülőgépe Párizsban, és mindenki meghalt rajta. A bátyámnak a felesége, az stewardess volt, mégpedig a Malévnél. És ez egy nagy szerelem volt, nagyon érdekes volt, mert a bátyám két évvel volt fiatalabb. A nővéremmel járó, egy iskolába járó későbbi feleségénél, és ez ritkaság, hogy egy 16 éves rász, egy 18 éves csajt, hogy úgy mondjam, megszeret, és ez kölcsönössé válik, és házasság lesz belőle. Szóval a Jutka, mert Ferenc Jutkának hívták, egy bűbályos, okos, művelt, nagyon helyes lány volt, és a lényeg az, hogy, hogy én énekkaros voltam akkoriban, és viszonylag késő este értem haza, mert akkor még nálunk laktak, a friss házasság, még nem volt lakások, nálunk laktak, és egyedül kimentem a konyhába, hogy valamit még csipegetek, és a jutka meg is akkor jött haza, ő is bejött oda a konyhába, és, és mondta, hogy fáradt, mert nem is tudom, hol volt aznap, és hogy holnap is korán kell kimenni a reptérre, mert Párizsba megy, és mit tudom én, és, és akkor ott eszegettünk, és még ilyen nagy semmiségekről talán beszélgettünk, és ezeket már elfelejtettem, mert hát majd folytatjuk. És akkor ő is evet, én is ettem, elköszöntünk egymástól. És másnap ez a, ez, a, ez a fantasztikus sír, ezt szinte föl se fogta az ember, hogy hogy lezuhant a repülő, és mindenki meghalt, és ő is meghalt. És hát szóval, hát, hát mondjuk a, a bátyámat sújtotta leginkább, természetesen ez a váratlan és tragikus haláleset, és bizonyos hírek szerint éppen, hogy, hogy, hogy várandós lett a Jutka akkoriban, de hát ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg. És, és ez, 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 ez sokkolt. Szóval amikor az embernek egy jó ismerőse, akit szeret, akit becsül, aki úgy, úgy nem félre értentő, de úgy fontos az életében, mert, mert egy etalon volt, egy, egy ilyen okos, első generációs értelmiségi, hogy úgy mondjam. úgy itt szembesültem tulajdonképpen először az igazi halállal, mert ott, hogy a dédi szegénykém, szóval az, az, az rémes volt. És hát utána egy másik ilyen, ilyen tragikus és drámai eset volt, hogy, hogy apám az mérnök volt, és mi a Posta központi járműtelepen laktunk Zuglóban. Ez a Posta központi járműtelep a 20-as években épült, és akkor európai színvonalú fantasztikus létesítmény volt, ahol garázsok voltak, javítóműhelyek, lakások, stb. stb. De hihetetlen korszerű építmény volt, sőt, töltő is volt, mert a magyar postának akkor voltak elektromos autói. Na, és a lényeg az, hogy apám 904-es születésű volt, és már nyugdíjas volt, otthon élt, és ő már két szív infartuson átesett, túlesett, felgyógyult úgy, ahogy, stb. stb. Ez csak azért is megmaradt, mert volt egy menyasszonyom akkor, akivel ilyen együtt is, meg külön is. Szóval egy ilyen viharos kapcsolat volt, és akkor éppen, hogy úgy mondjam, szakítottunk egy kicsivel korábban, de aztán megint összejöttünk, de annyira, hogy már kinyomtattuk az esküvői meghívót, hogy x szó ennyiedikén itt lesz az esküvő, stb. 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 És, és anyám egyszer csak jön, hogy, hogy apád rosszul van. És akkor bementünk, és tényleg, és, és, ez az, ami, ami úgy megmarad az emberben, hogy, hogy fekszik apám az ágyon, hanyat, és és ebből teljesen evidens volt, hogy tudja, hogy most, hogy mondjam, mit, mit lesznek a következmények ránézve a elkövetkezendő percekben, vagy fél órában, és elkezdte azt mondani, még a hangsúlyára is emlékszem, hogy az volt a jó döntésed, amit tudom én, egy hónappal ezelőtt hoztál már a, a házasság ügyében hidd el, az volt a jó döntés. És akkor az ember úgy, úgy érintőlegesen fölfogta, hogy azért tartja ezt itt és most szükségesnek elmondani, mert lehet, hogy aztán nem lesz több alkalma ezt elmondani. És akkor hát én mondtam, hogy hát majd meglátjuk meg, szóval próbáltam terelgetni a dolgot, de hát ez annyira megmaradt, és a hangsúlyára is emlékszem, hogy az volt a jó döntés. Zárójelben jegyzem meg, hogy tényleg nem lett házasság a dologból, de hát ez más szála a dolognak. És akkor ap apámat ott hívták a mentőket, és bevitték a Uzsoki kórházba, és ott éjjel még meghalt másnap reggelre. És azt, azt, azt nem felejtem el soha, mi a harmadik emeleten laktunk fönt, hogy ahogy vitték le a, a, a ilyen szerűn, ott úgy le lehetett látni a, a, lépcsőházban, amikor a fordulókhoz értek, és akkor úgy emlékszem, hogy, hogy így hajoltam ki ott a lépcsőháznak a korlátjai között, és minden fordulóba láttam apámat, hogy már csak ott fekszik, és mit tudom és... és úgy, úgy na nagyon mélyen megmaradt bennem, és ez, ez ez soha nem felejtem el, azt a látványt, mikor ott vitték le, és aztán. És mit gondol, miért maradnak meg a halállal, haldoklással, temetéssel kapcsolatos képek ennyire, sokkal intenzívebben jönnek elő? A saját tapasztalatom alapján is sajnos többet át kellett élnem, nekem is ezek intenzív élmények Hi -hi. mindig. Szóval az ember, amikor így, így ilyen módon egy hozzá közel álló ember halál, halálán, keresztül szembesül a halállal, hogy van halál, mert hát egy gyerek az, azt az, az se tudja, mi az, meg merre, meddig. És amikor úgy az emberben tudatosodik, hogy, hogy apámat többet, vagy a jutkával soha többet nem fogunk vacsorázni együtt, vagy dumálni, amit tudom én, vagy, vagy apámmal, az, az, valami olyan, olyan, olyan elképzelhetetlennek tűnik szinte. Hát mi, apám, hát miért nem beszélsz? Szóval... volna? Nem lett, hogy igazából az itt maradóknak a, a fájdalma, a szomorúsága, az a súly, amit ránk hagynak az eltávozottak, azok generálják egyre intenzívebben ezeket a képeket? De az is, igen, igen. Szóval a halálnak az, ez a végletessége, és az, hogy ott tényleg lezárul valami. Az ezzel való szembesülés, az valami teljesen új valami az ember életében, mert sok minden elszembesül az ember de, de ezzel, hogy egy hozzá közel álló ember nagyon fontos emberrel többet nem kommunikál, többet nem látja, többet nem kap tőle semmit, ne, nem tud adni neki semmit. Szóval ez, 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 a, ez a soha többet, szóval ez az, ami, ami. De ez érdekes, hogy ez leginkább a halottak a kapcsolatban jön elő, még az életünkben sok emberrel összeveszünk, akár úgy is, hogy tényleg nem beszélünk vele soha többet, nem is találkozunk vele, miközben párhuzamosan fut az életünk. Az miért nem zavarja annyira az embert? Hát mert az nem biztos, hogy végleges. De hát abban elvileg legalábbis benne van a lehetőség, hogy majd kibékülünk, meg tisztázódnak a félreértések, vagy mit tudom én. Szóval az, az nem tűnik véglegesnek. Vagy hogyha véglegesnek tűnik, még akkor is lehet, hogy öt év múlva, vagy mit tudom én, két hét múlva mégiscsak azt mondjuk, hogy ne haragudj, vagy ő mondja, vagy szóval az szóval a véglegesség. Én jogász vagyok, az én integrum restitúció, tehát az eredeti állapotba való visszaállítás, az, az, az a halálnál nem lehetséges. Én szoktam sokszor arra gondolni, hogy amikor lefekszem esténként, nem vagyok tudatában annak, hogy mi, mi az a pont, amikor én elalszom. És az olyan, mint egy villanykapcsolós sötétség, és egyszerűen csak fölébredek belőle. Vajon ilyen lehet-e meghalni? De hát nagyon sok különböző halál van körülöttünk, ami nem egy villanykapcsolással ér fel hosszú szenvedéssel, vagy, vagy nagy fájdalmakkal, vagy ezek kombinációjával? A sacival kapcsolatban, ugye vele ez a kullancs bonyodalom, ez 1978-ban történt. És ő, hát akkor volt pályafutásának a csúcsán bizonyos értelemben már sok minden eredményt elért, és a lényeg az, hogy 78-ban egy idegen beszakadt unoka bátyám, aki Kanadában múlatta az időt, meghívott, hogy látogassam meg, és tudom, hogy egy szombati napon még a saci kivitt a repülőtére az autóval, de, de olyan szomorkás volt, szóval olyan kicsit van nem jellemző módon. Hát mondom, biztos, a, hogy, hogy nem tudom, x idős most nem leszünk egymással, ezért volt szomorú. De azonban viszont eltelt kint Montrealban egy-két nap, és telefonáltak Pestről, de hát ugye Montrealba először jártam, hogy úgy mondjam, és én egész nap csavarogtam a városban, de az unokabátyám az otthon dolgozott, szóval ő ezeket a telefonokat tudta venni, hogy a saci beteg. És mond, mondtak még valamit, hát nem csak, hogy a saci beteg. Hát ha nem mondanak semmit, hát előfordul, hogy valami baja van. Eltelik egy nap vagy két nap, és akkor reggel telefonáltak, hogy, hogy a saci nagyon beteg. És amikor este hazamentem, akkor megint telefonáltak, és akkor hát ezt, ezt a mondatot életemben nem felejtem el, hogy ha élve akarod látni, azonnal gyere haza. Mondják ezt Montreálban. Ez egy olyan mondat, ami be van vésve az agyamba, szóval ezt soha nem fogom tudni elfelejteni. szerintem az volt, hogy a Jóisten húzta a strigulákat, hogy ezeren imádkoztak érte, és szomott reggelre megint a ezer egyedik ima. Azt mondja, na jó, itt hagyom, és felébresztett. De akkor voltam 38 kiló, nem bírtam a, a teljes csészét fölemelni tele, nagyon lassan beszéltem, soha nem beszéltem lassan, és nem tudtam érni se. De akkor még valahogy, ahogy hogy ott feküdtem, meg én gépfizők, minden még hirtelen nem derült ki, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy a jobb lábam nem mozog. Csak úgy ki akartam. De hogy meg se tudtad a lábujjaidat Semmit, sem. Ez a jobb lábam több béna lett. csak voltak, mert papa mindig ebéd időben bejött látogatni, és édesanyám meg a munka után jött be látogatni. És akkor hát előbb utóbb volt a Péter is, <laughs> mert ő közben pont kiment külföldre, és akkor küldtek neki, nem is tudom, telefont, vagy valahogy szóltak neki, hogy ha még élve akar látni, akkor gyorsan jöjjön haza. Na de itt Mázli volt a jó isteni váival, meg a, meg a dokik tudományával, meg a szervezetemmel, szóval, hogy fölébredtem, mire megjött. És akkor hát hazaértem Budapestre, és akkor mentem azonnal ki a, a, a repülőtérről, mert mondták, hogy melyik kórházban van, de akkor aludt éppen szegénykém, és aztán, hát szóval egy-két nap után aztán tudtunk vele kommunikálni, és akkor egyfajta krízisen túlesett. De de ezért volt szomorú a kocsiban, mert ő már betegnek érezte magát, és nem akarta... Hát én gyanítom, tudod, hogy ez, hát az három-négy nap telt el, és akkor ő már valamit érezhetett. Utólag én ezt gondolom, hogy itt... Szóval, mert ő ne, nem volt egy ilyen nyafkap, mm. csak ilyen értelemben tehát szóval annak oka kellett, hogy legyen. És pár héttel ezelőtt taxival utaztam haza. haza. És egy ilyen idősebb férfiú volt a sofőr, és úgy néz, azt mondja, az ő felesége a sacival együtt volt az intenzív osztályon 78-ban. És nagyon jóba lettek valahogy, és a felesége elmondott egy verset a sacinak, ami a sacinak nagyon megtetszett, és hogy többször megkérte a feleségemet, mondta ő, hogy mondja el neki ezt még egyszer. És ez engem teljesen meglepett, hogy milyen vers lehet az, ami a sasinak megtetszett ott, a, ahonnan egyébként, hát aztán később vagy, vagy, barátja, elmondta, hogy onnan körülbelül két vagy három embert is vittek el abból a szobából a, a temetőbe. Mert ezt az egész Kullancsenke ez akkor nem nagyon ismerték itt, és erd, mind a kettő erdész volt. Tehát ez egy olyan korterem volt, ahol kifejezetten kullancsípettek? I igen. De... Hát, hogy nem, nem csak kullancsípettek, de, de az a kettő, aki ott meghalt, az kullancsált. Szóval annak lett az áldozata És megláttam, hogy turmezei erzsébet, ha nem teszek semmit sem. És akkor megtudtam, hogy ez a hölgy, ez egy evangélikus diakonisza volt, és... Hát, ha megengeded, én, én felolvasnám ezt a verset, mert annyira megragadott engem, hiszen valami, most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, békén, szabadon. Mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, És árad belém, és újjáteremt, Míg nem teszek semmit sem, Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, Érik csendesen, erő, győzelem, Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Szóval ez, a, ez, ez... abszolút el tudtam képzelni, hogy, ez, hogy ez a sacira, amikor élet és halál közt lebeg, mert hát akkor még ez nem, nem volt száz százalék, hogy földgyógyul. Ez, hogy ez a nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten, ez valami, valami nagyon szép és mély. És... Saci már egyszer kvázi meghalt, de még visszatért onnan. Volt egyfajta sportolói gyász folyamata? Benne meg kellett, hogy halljon a, 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 a versenyző, az élsportoló? Ez azért, azért érdekes, mert ő, ő miután kijött, és a, szóval ő sokáig abban bízott, hogy föl fog gyógyulni teljesen. Szóval ez nem úgy volt, hogy kijött a kórházból, és akkor tudta, hogy ennyi volt, uh -huh. hanem ő bízott benne, mert hát szép lassan, hát nem a korábbi szintje, ez egy, egy picit javulgatott. Tudod? Uh -huh. és akkor hát egyszer csak közölték is vele, hogy bizonyos izmai, meg szóval olyan dolgai semmisültek meg, amelyek nem fognak újra. És hát ő, ő még hát ilyen hát bicebócán is futogatott meg, meg mit tudom, még akkor egyszer egy-két ilyen utcai futóversenyen is elindulgatott, de aztán azt ne, nem akarta, hogy a, Szóval az nem, nem volt szerencsés. Ő is látta, hogy az nem, nem jó, de azért mi jártunk futogatni a sacival, szóval. Mondta Péter, hogy a jogban van ez a kifejezés, hogy az eredeti állapot visszaállítása. Azt is mondta, hogy a halál az egy olyan végletes dolog, ami felszámolja azt a lehetőséget, hogy visszaállítsunk bármit az eredeti állapotba. De a hit különböző vallások, különböző felfogásai nem azt hirdetik, hogy majd találkozunk. Igen, vagy hát, hogy visszaállítódunk valahogy az állapotba, uh -huh. Katolikus nevelésben, hogy úgy mondjam, részesültünk. Szóval nem állt tőlünk távol a katolikus hit, de valahogy olyan nagyon mélyen engem a vallásosság nem ragadott meg. Szóval nekem úgy valahogy úgy éreztem, hogy nekem az kevés, hogy, hogy majd egyszer akkor találkozhatunk meg. Szóval, amit a vallás ígér, vagy, vagy biztat, vagy nem is tudom, mi a helyes szó az engem úgy nem fogott meg, mert olyan, olyan távolinak, ö, elérhetetlennek ö, tűnt, meg, meg, ilyesmi. Szóval nem nagyon vigasztalt, vagy vigasztal, mondhatom, jelen időben is. De nem azért, mert ateista vagyok, hanem, hanem de az I. I és Gyulának van egy olyan, 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 zseniális megfogalmazása. Tehát I. és Gyula naplójából írtam ezt ki. Kész vagyok Isten befogadására is, mint a dolgok végső értelmének és az egész teremtés befejező aktusának a befogadására, de tudjam, értsem, igazoljam a magam számára. Műveltségem, vagy inkább félműveltségem egyelőre ellenáll, kevés és hiányos még a bizonyítás. Értelmem sokkal gőgösebb hogy sem beérné sovány vígasszal. Még meghódításra vár. Hm. Valószínűleg erre azt mondanák a nagyon vallásosak, vagy a, vagy a teológiát értők, hogy az értelme, a műveltsége is Istentől ered, hogyha abba a versben, a turmezei Erzsébet versébe kicserélnénk azt a szót, hogy Isten, akkor ugyanilyen hat, hatással lenne kicserélnénk arra mondjuk, hogy drágám, vagy, vagy család, ki tudja. Szóval még bizonyításra vár, hát így a Gyuri is így fejezi be, szóval nem azt mondja, hogy nem nagyon szoktam tűnődni és elmélkedni. Hát még fiatal ember vagyok, 79 éves még csak. Jövőre leszek, 80, hát még előttem az élet, úgyhogy majd, majd hát, ha megvilágosodok idővel. Mert az ember úgy, úgy, úgy szeretné tényleg tudni és hinni, de valahogy nagyon nagyképűnek hangzik. Úgy vagyok, mint így és Gyula, hogy az, hogy az értelmem még, még meghódításra vár. Szóval ez most nagyon nagyképűen hangzik, de, 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 valahogy a Gyula jól megfogalmazta ezt, hogy úgy mondjam. Na, no, de azért egy éves emberrel le akarja jövőről nagyon beszélni. Aki ráadásul vett, ez mit akar? 17 óta rákkal kezelnek, tehát, uh -huh. és itt harcolok, de azért ez a, például, a három évig kaptam kemot, és e, ez nagyon megkoptatja az ember. Tehát sokkal rosszabbul járok, mint előtte, e, sok minden... rosszabbul hallok, és nagyon sok minden nem kopik, remélem, hogy az agyam nem annyira, de, de lehet, hogy az is. Hát most már nem megyek négy ismeretlen az meg neki, de olyan rákon van, ami, ami szól azért papíron van, hogy átlagban 5 évig élnek az emberek, tehát én most szoktam számolni, hogy 10, 19, még van másfél éve, átlagban. Uh -huh. ez lehet több, lehet kevesebb. Nem Bát, szeretném a sajnál, azért hagytam abba különben a sántafutást is, mert egyszer megláttam magam a tévében, Hátul a mezőnyben, ugye nagyon nehéz volt megszokni, hogy nem az első helyért harcolsz, hanem hátul megyek a mezőnyben, és azért harcolok, hogy talán ne én legyek az utolsó, és meglettem a tévéből magam, és olyan szánalmas volt. Szóval van egy, amikor azt mondja valaki, hogy igen, ez szántan is fut, milyen példamutató, igen, akkor én is fogok. De ez olyan az volt, hogy akkor többet nem indultam versenyen. Szóval ezzel a mozgással, ezzel a látványjal nem példát ad valaki, hanem kicsit ilyen, jaj, szegény. Nem, akkor egy ilyen ember csináljon mást, uh -huh. és ne, ne fusson. Most az az érdekes, hogy ma hosszabb ideje van rossz lábam, mint jó, és mégis ha álmodom, nem egyszer versenyzek, futok, és jó a lábam. De, de, akkor a belül álmodsz, vagy a most? Volt már ilyen, hogy a mostani az öreggel is, és jó a lábam. Van, amikor rossz, de álmodok vele. Hát érdekes. Én két éve interjúztam Sacival, csináltam egy nagy életút interjút. 2020. júniusában volt, amikor én itt jártam, akkor láttam, hogy parókája van Sacinak, tehát feltételeztem, hogy valamilyen kezelésen esett át, de nem firtattam ezt, ő pedig nem propagálta, vagy nem, nem kampányolt ezzel. Itt beszélgettünk a teraszon, akkor is hozott nekem kávét Péter, Hi. most is hozott, Saci már nincs, vagy van, ez kérdőjeles, ugye erről beszélgettünk az előbb. Amikor most beszélgettünk, április 22-én, 2022-ben, ez egy érd érdekes évfordulós dátum, hogyha visszamegyünk 2020. április 21-22. környékén, azt hiszem akkor kapta meg a nemzet sportolója Cíves Saci. Egy éve ilyenkor pedig a hospice volt. Erről az odavezető útról, a döntésekről beszéljük egy kicsit. Hát az ő, a, hospice, hospice a kapcsolata, az a létrehozásakor kezdődött. A Valami nagy követele, tiszteletben? Igen, igen. És még én is voltam vele itt ebben a Hospizban, ahol végül aztán az utolsó napjait is töltöttek, mert hát, hogy mondjam, az a szenvedélye és a, a segíteni akarása még a Hospizban is valahogy ö, úgy látta, hogy ott is lehet terepe az ő segítő szándékának. Mert most nagyon idézőjelben mondom, hogy még a mozgásképes Hospizban fekvőket is meg akarta mozgatni ott. És nagyon jóba keveredett azzal a hölgyel, aki ma is a Hospisznak a vezetője, és aki azt a hospice is megalapította ott a harmadik kerületben. És engem is úgy, úgy, úgy idézi el, mondom, meglepett, amikor mondta, hogy hát, hogy beszélt is azt hiszem a, a vezető hölgyel, és hát akkor ő, ő bemenne oda egy kicsit. És, és orvosok is nagyon sokfélék, és az volt neki egy lórugás pár héttel a halála előtt, amikor a kezelő főorvos asszonyához ment be, mert hívta az orvosnő, és belép hozzá, és hát nem is tudom, hogy azt mondja neki, hogy hát, saszikám, game over. És ez annyira melbe vágta, hát ő is tudta, hogy, hogy, hogy hogy gémó fel idézőjelben mondom, de hogy ezt a kezelő orvosa, akinek, akinek, nem az a dolga, hogy, hogy ezt így szerűen bejelentse neki, ez így a, úgy a fejéhez vágja, szóval ez, ez, baromira ez megviselte. Mennyire érte meg vereségként? Nem ez a vereség, ez, ez, nem, nem jó, jó kifejezés erre. Nem, ő, szóval azért ő nem volt egy nagyon érzelmes vagy érzelgős lény. Tehát ő ezt bizonyos értelemben racionálisan vette tudomásul. Szóval egy ideig barami sokat küzdött meg, mit tudom én, de tisztában volt szerintem a, a, a helyzetével. Tehát akkor ez egy lehetőség volt neki a, a méltó finisre? Ez neki nem vereség lesz, hanem egy, egy szép befejezés, és akkor mondjuk a Hospice. Például. Tehát, hogy amikor ő már tudatába kerül annak, hogy itt a vég, és akkor viszont, ha itt a vég, akkor, akkor ez ne egy, egy, egy vereség legyen, ne úgy érezzem, hogy bunkós ütnek be a betonba, hanem hogy akkor zárjuk le szépen, mert valahol én azt gondolom, hogy aki például ezt választja, annak a pszichéje, Gondolkodás. Igen, az már, az már ott tart, hogy ő meghalt, és a, a testnek utol kell érnie a, igen. A, a, szervezetnek a pszichéjét. Kétszer esett itthon el. Tehát belátta, hogy, hogy egyedül nem, Szóval egyedül már neki, hogy mondjam, túl nagy vállalkozás lenne valahol egyedül maradni. Biztos érzem, ez a hospis volt az egyetlen alternatíva, pozitív alternatíva, ahol, ahol ha elesik, mit tudom én, akkor is van, aki fölemeli, akinek ez a munkája. Vagy... Szóval nem, ezt ez most csak magam filozofálok így tovább. Nem, nem félreértendő, de szóval a kettőnk hivatása. És ténykedése az párhuzamosan zajlott a családunkban. Tehát az ő élete volt a sport és annak környéke, és a egészségnevelés, és a mit tudom én. Nekem meg ez a televíziós újságírás, ami az én gondolkodásomat is nagyjából betöltötte, és és hát nehéz időben is voltam televíziós. Meg. Szóval abszolút nem panaszkodom, és, és örülök, hogy ilyen életem volt a saci meg ez a másik szenvedélye volt, vagy szenvedélye lett ez a, ez a segíteni, sportoltatni, stb. stb. Szóval kicsit ilyen párhuzamosan zajlott az életünk, ahol időnként összeértünk. Ha mégis 40 évig tartott ez. A persze. persze, szóval ezt ez nem, nem kritikaként mondom, hanem hogy az, a munkánk, hivatásunk jellege volt ilyen párhuzamos természetű. E, ebbe se nagyon avatott be a kezdetekkor. Egy nőgyógyászati rákja volt neki, műtét nem, nem volt soha semmi, csak apró betegségei, és hát azt is elmondta, és, és az ember egy ideig nem is vettem, én se komolyan, és ő sem, mert hát hogy van itt valami, de szóval. A lényeg az, hogy, hogy szerintem ő is, hogy mondjuk most időtartamot nem tudok mondani, hogy mikor szembesült azzal, hogy itt, hogy mondjam, belátható távolságba kerül a vég, szóval. De mióta járt kezelésre, mióta ment a onkológiára? Talán kettő év, szóval nem, beszéltünk róla, és, és ő se panaszkodott. És hát a végén aztán természetesen, amikor már hát, szóval nyilvánvalóvá vált. És tudod, ezeket föl is írtam szegényként, mert az utolsó hónapokban már néha úgy kiszaladt a száján egy-egy ilyen. Ha még egyszer kórházba kerülök, onnan már nem jövök haza. De hát ezek már az utolsó hetek voltak. Szóval tisztában volt a lényeg ezzel a helyzettel, és az, hogy hogy nem én vetettem föl a hospita, hogy menjen oda, hanem ő vetette föl. Hogy vagy bemegy oda egy kicsit, és ott majd ismerik, meg meg van meg rendes társaság van ott. Én, én azt akkor még nem egy végső helynek gondoltam, vagy, vagy jó, menj be, mert ott egy kicsit majd. Szóval, vagy rendbe hoznak, vagy mit tudom én. És aztán, hát aztán ott-ott nagyon hamar szembesültem a, azzal, hogy ez, ez, ez nem így van, mert hát azért ott beszélgettem. Többnyire ez egy egyirányú út? Hát többnyire igen, de hát tudod, gondolom azért többen vannak, akik e, e, úgy érzik, hogy e, lehet, hogy talán mégse egy irányú, mert ott tudnak úgy segíteni rajta. Hogy hát az... hazamehet, akkor ott, ott otthon, karban tudja magát tartani, hogyha valaki otthon szeretne elhúgyni akár, vagy vagy lábadozni, de még egy kicsit oda, oda fordulnék vissza, hogy amikor ő megtudta, hogy olyan betegsége van, ami nem sok sanszal kecsegtet, akkor ő nem érezte azt, hogy ő, aki egész életét a sportnak, a mozgásnak, az egészségnek szentelte, nyilván meg kell neki is halnia, mint mindannyiunknak. De hogy nem érezte az, hogy át van verve, vagy egy kicsit megcsalta ez a sport, a, a, a mozgás szeretete, hogy miért pont ő, ö, amikor ő annyit tett érte, miért nem később? Nem volt soha ilyen panasz? Nem, ez, szóval ez, ez érdekes volt, hogy. Szóval annyi mindent kapott az az, az életében, sok minden pozitívumot, hát kivége a kulcs ügyet. De utána, szóval, Bizonyos értelemben egy szeretett fürdőben élte meg az utolsó éveit is. Népszerű volt a nemzet sportolója, az idősek tanácsának a tagja volt, és a, 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 mit tudom én, a idősek tanácsának az Orbán Viktor, a miniszterelnök, az elnöke, és ott, ott is ő, hát idézi, hogy be domborított néha jókat. Szóval annyi sikerélménye volt a maga, hogy úgy mondjam, hivatása terén, és a tájfutásból azért ő már, hogy úgy mondjam, kicsit kimaradt, szóval a tájfutó szövetség, hát persze tudtak egymásról, meg hívták ők is néha erre, arra, amarra, de ő már ezzel a szabadidős sporttal, nem a tömegsporttal, a szabadidős sporttal, hogy mondjam, betöltötte az egész életét, és, és, ott is rengeteg sikerélménye volt, szóval. Mondta Péter, hogy Sarci már korábban próbált segíteni, bejárt a, a, a vagy volt egy együttműködés Égen. közöttük. Neki volt bárok egy rálátása, hogy, hogy mi, mi, történik ott. Péternek mennyi rálátása volt arra, hogy hogy megy egy belépés a hospice egy, 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 kezelési folyamat? Mit gondolt előzetesen, mi igazolódott be, mi, mi, változott, milyen előítéletekkel ment oda? Szóval ez, ez érdekes, ez engem is meglepett, amikor nem én vetettem fel a hospice mint elvi lehetőséget, hanem ő, ő jött egyszer azzal, hogy, hogy, hogy hát bemenne a hospice-ba, de, de nem idézőjelben mondom, nem meghalni, szóval ő valahogy legalábbis úgy próbálta ezt megélni, és nekem is elmondani, hogy bemegy, mert ott ismerik ezeket. Szóval, hogy ő ott még kaphat valamit, és remé de reményt is kaphat. Szóval valahogy ez is élt benne. És ő valahogy talán ebben, ebben bízott, hogy ott, ott. Szóval, hogy őszinte legyek, nem láttam bele az ő a halálról való gondolkodásába, vagy, vagy az ezzel kapcsolatos érzelmeibe. És, és legfőjebb az, az utólag, az homályosított fel, hogyha szabad így fogalmazni, az az e-mail, amit mutattam. A dátum ezen április 19, de lehet, hogy szóval április 19-én és 24-én halt meg, szóval. Ez a bemenetele előtti este még így <laughs> írt egy e-mailt? Hát most nem, nem is tudom pontosan, szóval igen. De hát szóval azokban a napokban. És rövid és tömör az, az, az e-mail, és, és azt jelzi, hogy ő tisztában volt az állapotával. Felolvasom. Kedves testvéreim, kedves barátaim. A jóisten kijelölte számomra az utolsó, rögös, nem tudom, milyen hosszú célegyenest. Totyogok, szenvedek, remélem nem lesz hosszú. Kérem, ne válaszolj, ne írj, ne vigasztalj. Szuper volt veletek is együtt mosa! ennyi, és ezt nem tudom, hogy hány embernek küldt el, de még mindig előkerülnek emberek, hogy, hogy ő is kapott, szóval ezt elküldte nem tudom hány embernek. Hát, elküldte Péternek is, ami, igen. ami van egy, egy kis irónia is. Azért. Hát igen, igen. Nem ezt én utólag... mindegy, szóval. De azért a tájróvat is elég beszédes. Sajnos 2021. április. Egyrészt nagyon megható, másrészt nagyon ironikus is, meg, meg nagyon tudatos is. Tudatos, igen. És ez a kérem, ne válaszolj, ne vigasztalj. Ne szóval ez a. És betartották, nem válaszoltak, nem nem zargatták? Én, én nem tudok róla, hogy bárki is válaszolt volna. Hát ez, ez. ez... És Péter se hívták? Hát. De az az igazság, hogy ezt én csak a halála után kaptam meg, vagy szóval <laughs> én erről nem tudtam akkor még. mielőtt a hospice bement volna Saci, tapasztalta Péter olyat, hogy hozzátette egy-egy mondatához, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó, vagy most utoljára főzök egy pörköltet még, ó, én ennek a sorozatnak már nem látom a végét, tehát, hogy volt-e valami ilyeskül, hogy na még akkor egyszer utoljára, nem tudom, hogy együnk egy jó harcsapaprikást, vagy ezt még kipróbálom utára. Most még egyszer nézzük meg a Városmajornak ezt a szegletét. Tehát bár olyan dolog, ami arra utal, hogy... De... Bucsúszkodik. Igen, hogy ami olyan sarokpontok, hogy tudom, hogy ez most utoljára történik. A budai hegységet hát elég jól megismerte ő, és megismertette velem is. És ott voltak a kedvenc helyei. És úgy emlékszem, hogy hát a halál előtt nem sokkal, hármasban még valaki jött velünk, egy barátnője, kimentünk az egyik ilyen helyre, a budai hegységbe. És csak ott, ott, ott szaladt ki a száj, száján egyszer egy ilyen, hogy na hát ide se jövök többet, szóval valami ilyesmi. Van egy nagyon szép helye a Budai Egységnek, hát sok ilyen helye van, de valahogy az közel állt a szívéhez. Meg oda sokat jártunk amúgy is futni, még aktív korunkban. Nem, nem uralkodott ez el rajta, vagy ha eluralkodott rajta, vagy benne, ennek nem adott kifele hangot, még nek felém sem. És ez most annak fogjam föl, hogy idézőjelbe, ez most hülyén hangzik, engem is ki, engem kimélni akart ettől a rámterhelé, átterheléstől, vagy úgy mondjam, vagy pedig ezt ő abszolút bizonyos értelemben a saját ügyének tartotta. Ezt majd megkérdezem tőle, amennyi száv van. De, de szóval nem terhelte ezzel a, most, úgy beugrott ez, és ezt, ezt sose felejtem el, hogy én vittem ki az autóval a Hospizba, amikor. Ja, azóta bánt nagyon. Szóval a lényeg az, hogy, hogy én ott baromi rég voltam a Hospizba, és ott. Tehát elindultunk a Hospizba az autóval, de valahogy eltévettünk, és ott a sok kis utcában nem találtuk. És, és én direkt még egy Budapest-atlaszt is odattam a sacinak, hogy még mielőtt mentünk, hogy nézd már. volt. Igen, hogy mondjad. És mikor ott már a hatodik kör csináltuk a környékén a hospice én meg elfelejtettem, hogy itt miről is van szó tulajdonképpen, és van relatíve durvá rászóltam, hogy mondom, sasztikám az Isten ír, hát nézd már bele a térkébe. Szóval valami ilyesmit mondtam neki, hogy, hogy és ő csak ott hallgatott, és csendbe volt. És akkor Szóval még egyszer egy ilyen ingerülten rászóltam, hogy nézd már bele a térképbe. És akkor is csak ott ült szegénykém, és ezt, ezt még élek, nem bocsájtom meg magamnak, mert hát utoljára ült az autóban, csak, csak én is olyan pipa voltam, hát ott kerengtünk a környéken, és, és tényleg aztán bele is estünk, szóval a hospice és, és akkor a tírtó kedvesebb fogadták. Bocsánat, meg. nagyon rossz párhuzamot vonok, de amikor mondjuk Péter szállítja a hospice be, a feleségét, akkor az kicsit nem olyan, mint amikor a legkedvesebb háziállatunkat visszük az állatorvoshoz elaltatni? Valahogy, ha voltak is ilyen sejtéseim, mert a, mert a sasszi, hát ugye mondtam, hogy nem, nem, terhelte át ezt rán, szóval egy-két ilyen megjegyzése persze volt, és, és gyanítottuk, hogy szóval... Na de ahogy Pétert fölhívták Montrealba, hogy gyere haza, hogyha élve akarod látni. Igen. Ilyen telefonok azért megtörténtek családon belül? Én nem tudok róla. Nem, nem. Szóval írtó nagy baráti köre volt, és ezt, ezt csak úgy, úgy zárójelben zárójelve jegyzem meg, hogy, hogy éppen úgy hogy tudatosodott bennem, hogy ahogy ő, ő is idősödött az érdeklődési köre, és úgy úgy mondjam, a, a hivatásának a gyakorlása, az úgy tevődött át a versenysportolók korosztályáról, a derékhad a 40-es, 50-es évekre, és így az élete vége felé pedig az öregekre. És hát abban a korosztályban, amelyikben, amelyikben, eljutottunk, hát ez, ez, ez akkor tudatosodott bennem, hát azt sose felejtem el, amikor reggel fél hétkor szombaton szólt a telefon, és azt hiszem szerdán vittük be, vittem be a sasit, szóval nem pár, négy napig volt, vagy három napig a hoszkvizban. Hát a hoszkviz az egy szakma, egy nehéz szakma lehet azért, és ott is kedvesek voltak, mosolyogtak meg a sasit is, és látszott, hogy ő is nem örül, de hát úgy, úgy, úgy a körülményekhez képest kellemesen érzi magát, mert pátyolgatták, szeretgették meg, mit tudom én. És valahogy az emberben úgy, úgy, el is szállt, hogy, hogy, hogy hesegette a gondolatot. Hát jó, hát itt most egy kicsit föl. Na, és akkor reggel fél hétkor szól a telefon azzal, hogy uh, meghalt szombat reggel, negyed hétkor. És hát, hát ez, ez, Hát azon az autóba ültem, kimentem, és mire én kiértem, akkor már nem abban az ágyban feküdt, amelyben meghalt, hanem ott van egy szoba, ahol a holtesteket már rendben rakva. Hát egy ilyen ravatalozó szoba. igen, igen, ez a jó terminus technikus, igen. Szóval ott volt a saci egyedül. És akkor mondták, hogy hát ott meg lehet nézni és hát szegényként természetesen, amikor én utoljára láttam, hát, hát uh, ilyen elgyötört arc meg, szóval ez van hülyén hangzik, de hát szóval majdnem ott csúnyuska volt, ráncos, öreg asszony volt ott, akkor már idézőjelben mondom, és ne arra gudsaci. És akkor bementem abba a szobába, és egy gyönyörű csaj feküdt ott. Szóval amit úgy mondanak, hogy a halál az úgy megszépíti, vagy, vagy vagy az, hogy minden gond megszűnt, és ez úgy kitisztítja az arcot, és szóval egyszerűen nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és össze-vissza puszilgattam az arcát, és életemben nem tudtam elképzelni, hogy én egy halottat megpuszíjak. Hát mondjuk nem is Hát szóval. Mennyire volt ez az ő magánügye, vagy a önök magánügye ez az utolsó pár nap? A család például mennyire volt beavatva? Elbúcsúztak, bementek hozzá? Vagy úgy volt, hogy úgy is kijön, minek menjünk be? Persze, hát a hospizban én nem is tudom, hogy volt-e ott valaki nála. Lehet, hogy volt, én nem, nem, nem tudok róla. De mondom, ez nem zárja ki, hogy valakik bementek, de Hát szóval ebből a, a kis levelecskéjéből is is látszik, hogy azért ő tisztában volt a dologgal. Most ez hülyén hangzik, hogy magánügyének tekintette, szóval ő azért egy nagy szólista volt bizonyos értelemben, szóval ő soha nem lehetett nagyon befolyásolni, meggyőzni az ellenkezőjéről annak, amit ő gondolt. vagy A szónak a legnemesebb értelmében volt szólista és egyéniség. Szóval nekik meg, meg voltak a törvényei, amelyekért megszenvedett, amelyeket megtapasztalt. Szóval ő nem volt egy, ez a hülyén hangzik, egy ilyen érzelgős, sem érzelmi lény. Szóval ő egy ilyen bizonyos értelme, nagyon kemény csaj volt. Szóval mással szemben is, de magával szemben is. És, és én azt gyanítom, hogy ezt, ő, 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 ezt a halál közelséget is, is érezte, tudta. Nem, nem, nem tudok erre, erre mit mondani, mert egyszerűen csak, csak vélekedni tudok erről, és nem nincs tudásom róla, vagy vagy információm, hogy ezt ő, ő hogy, a, hogy látta, hogy élte meg, ő, mennyire látta tisztán. Csak így utólag látom, hogy ezt, vagy, vagy vélem azt, hogy azért ő tisztán látta a helyzetét, szóval, hogy mert ugye szombaton hajnalban halt meg, és én előző este még ott voltam nála, emlékszem, gyümölcslevet szeretett nagyon. Egy megy gyümölcslevet, amit nem mindenhol lehetett kapni, meg mit tudom én, és én már nem tudom melyik közértbe vagy boltba láttam ezért, és egy egész kartont bevittem a sacinak még előző napon, vagy két nappal korábban, hogy Sasszika, hát itt van most, így áll ezt, és Én, meg úgy idézi mondom, ez hülyén hangzik, hogy úgy rosszul is esett, hogy, hogy, egy ilyen izé, hogy jaj, de jó, hogy hoztál, szóval egy ilyet sem mondott már, tudod, szóval ez is úgy, úgy jelezte, hogy... hogy... Beszélt, tudtak még kommunikálni? Hát szóval csak már, már szóval ilyen slágvortok van ősi magyar szóval, szóval ilyen nagyon keveset. Nagyon keveset. Hát, szóval érdemben már nem. nem. Amikor bevittük, akkor még igen, akkor a beszél. Ez egy ilyen furcsa kettőség volt, hogy az ember úgy bízott abban, hogy, hogy hát, ha van menekülés, és hát, ha, mit tudom én, kiderül, hogy van menekülő útvonal még visszafele, vagy mit tudom én. Mert az ember az csak optimista, vagy legalábbis nem. Ja, hagyja teljesen eluralkodni magán a kétségbeesés. Úgy érezte, hogy Saci elengedte magát, hogy vázi részbe ért, és... Tudomásul vette, azt hiszem. Szóval ez a legjobb szó, hogy, hogy ennyi volt, és... És, és a... én akkor, bocsánat, akkor kérdezgettem is ott, hogy, hogy, ők hogy látják, hogy hát egy hét még talán, szóval akkor már nagyon látszott a végkifejlet. Ennyire felgyorsult a folyamat. Igen, igen, akkor már voltak ilyen mondatok, de, de, az ember valahogy hát egy hét, hát. Hogy a halállal kapcsolatban az emberekben mindig van eufemizmus, megkerüljük a szavakat, kicsit olyan, mint a szexel kapcsolatban, hogy nem nevezzük néven a dolgokat, nincsenek rá szavaink, vagy ha vannak is, akkor nem mondjuk ki, elharapjuk a mondat véget. A hospice ez mennyire jellemző? Hát aztán persze beszélgettem ott, ö, nem a saci előtt ö, hospice dolgozókkal, és hát ott mondta valamelyik, aki, hát hogy, szóval, hogy látszik a vég, szóval, hogy... Péternek a gondolkodását mennyiben változtatta meg a saci halála, az, az, hogy ez így történt ilyen körülmények között? Önmagával kapcsolatban mi az, amit tanult ebben az esetben? Bizonyos értelemben föltámadnak lelkiismeret, furdalási dolgok is. A, a, a hiánya az, ami a, ami a legrémesebb. Szóval, hogy itt vagyok ebben, ez az egész ház, a háború előtt ez Monspart tulajdon volt. Így ejtik, ha egyébként? Monspartnak kell ejteni egyébként? Ami a Monspartnak kell ejteni, igen, de a Sacinak ez nem tetszett, és ő, 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 ő az De ugye a ház, ez? Ja, szóval ez Monszpark tulajdon volt, és, és de a tulajdonos az még a háború előtt elkártyázta. Szóval... Ez a nagyapja volt, ugye? A, 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 nem, nem, az... az nem, úgy az... emlékszem, a hosszú életút interjúban ezt mondta, hogy, a... hogy... az kártya, az, hogy az ő az nagyapja igen, volt. Igen, igen. És hogy ez az egész az övé volt, és most már csak ez a lakás. Igen, van, ez, hát a... ez, 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 hát ez nagy dolog, hogy mert ez az egy lakás maradt meg. Dédapa által elkártyázott családi. a dédapa, az lehet, az lehet, hogy ilyen. nagyban. van És... É, Istenem. Ez szóval a rémes az egyedüllét. Szóval itt mi már nem tudom hány éve, ketten éltünk ebben a lakásban, és tudod, az, hogy fölkelsz reggel, nézem az ágyát, üres, este megy az ember lefeküdni, nincs kivel megbeszélni semmit, nincs olyan értelembe vett feladatot, hogy, hogy, a, hogy, hogy ezt kértek hozzá, csináld meg, mit tudom én. Szóval az ember, az, az, egyedül lét az rémes, hogy, hogyha nem kényszerítem magam, hogy menjek el, akkor napokig nem, nem beszélek senkivel. Hogy, hogy a társa, barát, a szerető, amit mit tudom én, az, az, úgy hopp, elszáll, és egyedül maradsz. Egyébként megnéztem, hogy az özvegy szó az, az érdekes, hogy miért csak a nők mondják, hogy özvegy Kumbélán év. Ér. Na, érted? Férfi részt szokták mondani. Na, és, és Igen, hogy, hogy én is mindig azt mondom, hogy özvegy Feledi Péter. És ez, ez nüansz, csak mondom, hogy még ez, ez is foglalkoztatott, ez az özvegység. Szóval hát, hát az ember özvegy, és és ezt ez tudja az ember, hogy ez most már élete végéig szólhat, szóval most nagy valószínűséggel nem jön egy mindent elsöprő szerelem, vagy mit tudom én. Említette, hogy a Saci nem sokat osztott meg a betegséggel kapcsolatban, de azért mégiscsak föl lehetett készülni arra, hogy ez a dolog kifut, valamikor a közeljövőben vége lesz. Ez megkönnyítette a gyász folyamatot? Segített a gyász munkában? Tehát, hogy nem a hirtelen váratlanul ja, történt valami? Elvileg persze, mert ha az ember tudja, hogy belátható időn belül egy alapvető változással be az életében, akkor azért úgy meditál ezen, hogy akkor hogyan tovább. De valahogy az ember, amíg megvan a, a társ, addig, addig ez, ez csak olyan elvi lehetőség, és ez úgy nem, nem szembesül ennek a, a, a rémességével, hogy úgy mondjam, hogy... hogy de csak most, hogy itt ülök, és így nézek körbe, hát itt minden rá emlékeztet. például látod ott azt a térképet, ott az óra mellett, Szi? balra, fönt. Hát az a, a maratoni táv, az az első ö, görög, ö, t -t 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 nem tudom, hol vettük, vagy kaptuk, vagy szereztük azt a térképet. Azon van rajta a térkép, ez az az, az első maratoni táv, vagy, vagy ja, Istenem annyi minden ö, ö, emlékeztet itt rá. Hogyha ez a dolog ö, fordítva lent volna, és Péter lett volna a beteg, és a, a saci ö, meg ápolta volna, meg, meg rendelkezésre állt volna, hogy döntött volna Péter az saját esetében? Vagy akár most hogy döntene? Bemenne mondjuk egy hospizba? Ja, ilyen értelemben? Vagy, vagy ö, ahogy elrendeltetett, azt ki kell várni, bárhogy is alakul, vagy kórház. Nevezzük nevén, hogy hogy tervezem a halálomat? Lehet, de igazából az önrendelkezésről, az emberi méltóságunk megőrzéséről, a tudatosságról érdeklődöm, hogy ez... Mert én például, én ezt abszolút tudatos vagy, tehát én már, nem tudom én, öt évvel ezelőtt írtam végrendeletet, le ott a közjegyzőre, tehát ez, én szeretném ez, ez, ez kicsit úgy kezelem, mint egy projektet. De abban például én nagyon hezitálok, hogy igénybe vegyek-e fájdalomcsillapítást, vagy ez pedig az élet része az, hogy... A végrendeletről jut eszembe, hogy mi a saszival csináltunk közös végrendeletet, és abban az úgy, úgy szerepelt, hogy, hogy ez meg ez meg ez a hagyatév tárgya, hát csak a két ingatlan, meg az autó mert és, és hogyha a ha Péter hal meg előbb, akkor hogy alakuljon, és ha a saci hal meg előbb, akkor hogy alakuljon. Más, más két más forgatók lett volna? Hát persze, hogy. És csak hogy visszatérve a tudatosság téma köredet, Péter mit választana, vagy, vagy, vagy mi, mi, van a fejében? Saci úgy döntött, hogy a hospice házban, fájdalomcsillapítás keretében búcsúzik az élettől. Igen. Ez egy szimpatikus Hát ez, ez, ez egy, igen. És forgatókönyv? Hát, igen, és hát azt is tudta, hogy ott rend, szóval, hogy rendes emberek, szóval, hogy, hogy kvázi baráti környezetben éri meg az utolsó napjait, óráit. Meg. hát ott szeretgették, meg mit. De hát ott ez mindenkivel kedvesen a gondolom én. De hát ő, őet kicsit ilyen idézőjelben mondom, ki, nem, ki ez hülyén hangzik. Szóval őt tudták, hogy ki ő, tudták, hogy mi a szerepe az egész hospice ha van valami. Szóval ilyen, ilyen, dolog volt. Szóval bizonyos értelemben ez hülyén hangzik, hazament oda. De ez, ez, ez túlzás, csak csak, csak nem egy vadidegen emberek közé, vadidegen környezetben. Mert most így, mert itt, van a nálam statisztika, hogy 24 fekvőbeteg ellátó intézmény van, hospice-szerű, vagy hospice, ebben van 386 ágy a 24 intézményben, tehát intézményeken mondjuk 15-20. És van 65 otthoni ellátást végző csoport, akik házhoz mennek, és egy-két ilyen mobil csapat, aki aki, aki a kórházzakat támogatja. Hi -hi. Szóval ez iszonyú kevés. Tehát egy, nem tudom, itt a János Kórházban, vagy itt a Kútvölgyiben hány ágyas az, az egész kórház, de hogy ország szinten ez a 386 ágy, ez szerintem nagyon kevés. De és mindegyik Hospiszban, vagy mondjam, szinte állandóan telt házban? Igen. Hát mondanám azt, hogy, mert tudom, hogy van ilyen, hogy de tényleg van hogy egy várólista. Nagyon furcsa hangzik. Szokták mondani, hogy, hogy, a, hogy, két út van így az élet vége felé, ami az őrendelkezést illetve. Az egyik az ugye, ami nálunk nem legális, az eutanázia, és a másik pedig az, hogy mondjuk a hospice végezzük be a földi pályafutásunkat, fájdalomcsillapítással, szeretettel. Az egyik ugye az, amelyik megvárja a természetes véget, a másik pedig, amelyik elébe megy. Nekem mind a kettő szimpatikus, talán az egyikhez nagyobb bátorság kell, a másikhoz pedig nagyobb elfogadás vagy, vagy türelem, nem is tudom. Igen. Igen, de, de hát ugye nincs két egyforma ember sem, szóval, szóval az emberek a saját halálukkal is nyilván leginkább akkor kezdenek el ezen tűnődni és foglalkozni vele, amikor már hát látótávolságban van, hogy úgy mondjam. Szóval, és akkor, 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 kijön az egész élettapasztalata, amit látott a környezetében, ismerősök, rokonok, szülők, testvérek halálakor, hogy mi, hogy történt, mint történt. Szóval abban bizonyos értelemben összegződik egy élettapasztalat, hogy végül is hogy döntök. Hogy inkább hospice, inkább eutanázia, inkább leugrom a hídról, szóval ö, el tudom fogadni, ha egy ember átgondolja, és ő azt mondja, hogy eutanáziát akar, szóval hogy én úgy döntök, hogy nekem elég volt, stb. stb. Nem foglalkoztat a gondolat, pedig mondom, hát jövőre már 80 leszek, tehát óvatatlanul gyakrabban kellene ezen tűnődni, de valahogy engem úgy nem... Nem foglalkoztat, hogy hogyan és miként, és mit tudom én. De ez valami eltartás, tehát amiről nem beszélünk, az nincs? Nem, nem, nem. Hát szóval miközben mondom, hogy milyen szarul érint ez az egyedül lét, amikor elvileg sokkal több időm lenne meditálni azon, hogy majd én hogyan jutok el a a temetőbe, a sírba, és mielőzi azt meg, de hát most nem, nem tudom befolyásolni egyelőre, vannak betegségei, meg mit tudom én. Nem kerülöm, meg nem tudatosan hárítom ezt, hanem szerencsére ilyen az alkatom, hogy úgy, úgy, nem, nem foglalkoztat különösen. A Napkirály udvarában volt Szanszemon herceg, aki ugye megírta a híres emlékiratait, hogy ott milyen, mik zajlottak, és ő mondja azt ebbe az emlékirat, hogy a, a halál csak akkor keserves, ha ragaszkodunk halandó embertársainkhoz, ha gyűlölet ég a szívünkben, vagy ha jóvá tenni van. Hí, Hát ez három, hogy mondjam, reális meglátás, hogy a gyűlölet meg a, meg a ragaszkodás az, 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 mennyire ellentétes fogalom. De ez engem valahogy úgy ne, nem foglalkoztat, mert apám infartus van halt meg, anyám 95 évesen ilyen kvázi kis végelt gyengülésben. Mind a kettő lehetőség számomra is fennáll. Nem foglalkoztat, nem, nem tervezek semmit. és Szóval ez egy, ez egy nagyon nagy és jó ötlet, vagy mit tudom én, ez az egész hospice. Ebben a dur, bizonyos értelemben úgy durvuló világunkban ez, ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy remény sugár, de, de bizonyos értelemben mégis az, szóval egy, egy megnyugvást is kelthet abban, aki aki hajlandó bemenni a hospitalba, vagy azt kéri a rokonságtól, gyerekektől, hogy tegyetek oda be, és majd ott szól. De ez annyira alkat kérdése, hogy az ember hogy képzeli el maga halálát. De, de a kórházba is úgy mennek hogy végül is, hogy van remény, hát a kijövök onnan. Igen. ugyanakkor meg, ha mondjuk valakinek azt a szót mondjuk, hogy elfekvő, attól a kiszalad a házba. Igen, igen. Hát ez a különbség a hospice és az elfekvő között, hogy, hogy a, a hospice az egy, egy kvázi, az otthon szó az erős rá, vagy az túlzó rá, de mégis egy ilyen otthoni, barátságos, szeretetteljes légkör van abban a házban, amennyire ezt én úgy kívülről láttam. De az, aki úgy dönt, hogy igénybe veszi a hospicet, már döntött, már gyakorlatilag elfogadta a saját végességét, és lemondott kvázi a küzdelemről vagy nem akar magának hazudni. Tehát feltételez egyfajta... belenyugvást. Belenyugvás, illetve tudatosságot, valami nagyon erős belső iránytűt az, hogy én azt mondom, hogy oké, okay, akkor mivel tudom, hogy eddig tartott vagy, ahogy az orvosom mondta, srácim, game over, akkor viszont keressünk egy olyan helyet, ahol mindezt méltósággal tudjuk megtenni, vagy vagy szépen én, tudjuk én, megtenni. Én. De valahogy szerintem ez a láncszem hiányzik, sok emberből, mert ez már egyfajta, nagyon csúnya lesz egy önhalára ítélés, mm -hmm. és még mindig azon jó, akkor még talán még ez a kezelés a kórházban, ez még talán jó lesz, inkább akkor oda megyek, inkább. Mm -hmm. Tehát van valami ilyesmi, én ezt érzem a közgondolkodásban, ezért is mondtam azt, hogy nagyon csúnya hasonlított korábban, vagy olyan, mint amikor vissza az ember elaltatna a kutyáját. Mm -hmm. mm. Igen. E ebben írtó nehéz beleélni magát az embernek, szóval és tudod, itt a másik pedig az, az, az egyedül maradás, hogy hülyén hangzik. Én itt most elalszom, és nem ébredek föl holnap. Na, most akkor mi történik? Akkor rám törik az ajtót, vagy... De itt ez, ez érdekes, alattunk egy rendes házaspár lakik, már gyerekeik kirökültek, és amikor a saci már nagyon rozogán volt itthon, akkor volt olyan, hogy hogy ott aludtunk, és kiment, ki akart menni a fürdőbe, és elesett ott. És egyszerűen olyan, szóval nem, nem, nem bírtam fölemelni. Tehát feküdt a szőnyegen. És egyszer fölhívtam az öcsit, úgy hívjuk a srácot, hogy mondja, gyere segítsél. Hát írtó rendes, ott följött, fölemeltük ketten, és ment. És aztán adtam neki egy lakás kulcsot. Az öcsinál fog. Na, mondom, ki tudja, mi lesz itt, még hogy lesz, mint lesz, hogy legyen nálatok egy kulcsak, nem? És van náluk egy kulcs. Eddig tartott Mosta, nincs rá szó, itt a 24 huszonnégy.hu. De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzá hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt. www.hospiceház.hu